Maros megyében látogathatóak azok a települések, akár Szováta, akár Maros-Szentgyörgy gyógyászati szempontból, de ugyanakkor itt van a segesvári középkori vár, de akár azok a kulturális és történelmi értékek, mint a marosmenti vagy a küküllőmenti kastélyok. Locuim în Suedia și am vin aici vara și îmi place foarte mult aici, e foarte frumoasă privirea. Acest lac vulcanic e foarte, foarte frumos. Nagyon-nagyon látszik, főleg a magyarországi vendégeknek, látogatóknak a hiánya. A nyugatabbról érkezők, azok főként medvelátni érkeztek, de idén teljes mértékben kimaradtak. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk azt a felajánlást, amit a Veretje az egyházi polgármester úr küldött nekünk, hisz azt írta a levelében, hogy ő 10 medvére, akár a költségeket is beleszámítva, innen elszállítás, befogadási költségeket elvinni és befogadna. Na, hogy te? Na, jó, mi honnan? Köszönöm. Hol maradott a vízbe? Átutazó turistáink vannak inkább. Magyarország, Románia területén mindenhonnan, ahol jönnek, Bukarest, Szucsáva, Brăila, mindenhonnan jönnek. Magyarországra jöttünk, Gödről, Gödvárosából, és korábban már voltam a párommal itt egy alkalommal, de annyira szép ez a hely a Békásszorossal együtt, hogy úgy gondoltuk, hogy mindenképpen el kell hozni a barátainkat. Nagyon szép. 72-ben voltam itt utoljára, amikor Kásinek a jégkorong csapatával itt voltunk edzőtáborban, Csíkszeredában is hoztak akkor minket. Ide is, Szent Anna-tóhoz, Békásszoroshoz. Ez pedig itt már látható, hogy a gyilkostonál Mártival jelölve 5 féle lótunk. Tehát... Az igazi klienseink azok a külföldről hazatért vendégek voltak, az ilyen Izraelből, Olaszország, Spanyolországból. Van egy hazai réteg, akinek van pénze, de az az érzésem, hogy kevesebb van, mint az előtt. Június elején kezdett mozgolódni az érdeklődés, valamilyen szinten el is indulgatott kisebb-nagyobb társaságok a csoportokból, annak ellenére, hogy sok mindenkinek ugye megváltozott az élete, mégis bevállalták, hogy eljönnek, tehát azt mondom, hogy egy olyan 30-40%-on tudtunk működni. Azt szeretnénk, hogy turisztikai szempontból Hargita megyét stratégiailag ezen az irányág mentén pozícionáljuk be az elkövetkezendő időszakban, belföldön és külföldön egyaránt. Egy olyan hely, amely a családoknak alkalmas, kedvező, természeti környezettel rendelkezik, kisebb típusú szálláshelyekkel, ami a családi méretre, baráti társaságok,
fogadására alkalmas. Elindítottuk a Visit Covasna Safe Place, háromszék egy biztonságos hely kampányunkat. A turisztikai egyesületünk munkatársai jól kidolgozott kritériumrendszer alapján 65 szállásadó egységet láttak el Safe Place, biztonságos hely tanúsítvánnyal. Pillanatban tehát arra kell készülnünk, hogy a természetközeli helyszíneket fogyaszthatóvá tegyük. Tehát gondolok itt arra, hogy beszélünk mi ökoturizmusról, meg természetjárásról, aktív turizmusról, lovas turizmusról, kerékpáros turizmusról, de közben kiderül, hogy egy csomó mindennek még nincsenek meg sem a tárgyi feltételei, sem a személyi feltételei, sem a szervezeti feltételei. Ezeket most nagyon gyorsan be kell hozzuk, és a személyi feltételek között emelném ki elsősorban, hogy ki az, aki a belföldi a román ajkú vendéget kézen fogja és Székelyföldön körbe fogja hordozni, úgyhogy az jól érezze magát,